Na, a múltkor kérte valaki a hozzászólásokban, hogy csináljak a Blinderről egy videót. Na most olyan túl sok mindent nem tudok róla nektek mondani, mert hogy fogalmam sincs honnan lett beszerezve, meg mi a márka, de valószínű ez is ilyen kínai csoda. Amit el tudok róla mondani, hogy olyan ventilátoros hűtéssel rendelkezik, ami innen szívja a levegőt. Itt van ebben van itt végig egy hűtőborda. Innen szívja a levegőt, és a másik oldalra fújja ki. 200 wattos, ami úgy adódik össze, hogy egy-egy oldalában van egy 50 wattos hidegfehér, meg egy 50 wattos melegfehér dióda. És akkor megmutatom nektek, hogy mit tud a blinderünk. Ide jövök a laptophoz. És akkor megmutatom, csak csinálok ide sötétet, hogy látszódjon, hogy mi történik. Szóval, na. Most meg nem tudom kikapcsolni a vakut. Nem bizony. Jó. Na, kikapcsoltam a vakut. Szóval, tud egy ilyet? Van benne ez a move effect. Hogy látjátok, váltogatja az oldalakat is, és az oldalakban lévő diódák meghajtását is. Szóval lehet, hogy csak a meleget hajtja egyszer, lehet, hogy csak a hideget hajtja egyszer. Látszik, hogy most csak az egyik oldal hidegét hajtja, most vált a másik oldal melegére. És ezt így variálja össze-vissza ezzel a move effekttel. Egyébként meglehetősen jó fényereje van, hogyha az összes diódát hajtott benne. Én baromira elégedett vagyok vele. És akkor mutatom nektek, ez a teljes fényerő stroboszkópozás. És akkor itt vannak a... Így mutatom. Itt vannak... Így tudod külön a diódákat állítani. Itt van a egyik meleg, másik. Ugye itt el van írva, de egyébként pont fordítva van. Ez lenne a meleg, a másik meg a hideg, mindegy, az nem számít. Másik oldal meleg, másik oldal hideg. Ezt úgy variálod, ahogy akarod. Voltak épp igazából ezeket kirakhatod gombra is, hogyha akarod, ide ki tudod rakni saját magadnak makrózni. Az cső, igazából ezek is ilyen makró gombok. Így, nézzétek csak. Itt vannak a százalékok. 40%, 100%, akkor stroboszkópozik. Gyorsabban stroboszkópozik. Kikapcs. Van itt autómód, ez zenére megy ilyenkor, de hát ugye most nincsen zene. És akkor itt is külön a diódákat tudod kapcsolgatni. Azt ennyi igazából, többet erről a blinderről nagyon elmondani nem tudok. Jó cucc, azt meg kell hagyni. Nem olyan, mint egy stroboszkóp, mert ugye nem olyan gyors. Ugye azért a villanócsőnek sokkal jobb a kioltási sebessége, de a stroboszkóp, hát már nem is látok talán klubokba stroboszkópokat. Úgyhogy a blinderről hirtelen ennyit. Igazából még, hát de többet nem tudok róla elmondani, ennyi. Meg az, hogy melegszik, mint a dög, ha olyannyi van. Na, sziasztok!